elég bátor leszek, és azt mondom, hogy a politikai hobbista történetének eddigi egyik legérdekesebb beszélgetését láthatjátok, pedig volt már jó néhány ilyen. Horváth Levente korábbi shanghai magyar főkonzul mindent elmond nekünk fél órában, amit Kínáról tudni érdemes. Vagy ha ezt egészen nem is sikerül, de az biztos, hogy a mai geopolitikát, a világpolitikát sokkal jobban fogjuk érteni. Nagyon durva helyzet van, lehet, hogy ti is hallottátok már, vagy észrevettétek, hogy a PSTV csatornáját a YouTube indoklás nélkül egyik pillanatra a másikra úgy, ahogy van, törölte. És hogyha a korábbiak valamifajta indikátornak tekinthetők, mert amikor leszedtek egy videót a PSTV-ről, egy-két nap múlva az én csatornámról is leszedték ugyanezt, amikor demonetizálták, néhány nap múlva az enyémmel is ugyanezt megtették. Úgyhogy sanszos, hogy a politikai hobbista csatornát is törölni fogják. Adja Isten, hogy ne így legyen. De biztonság kedvéért létezik egy másik csatornám, ami még nem indult el, és egyébként a kevésbé politikai témákat terveztem oda fölrakni, de lehet, hogy rákényszerülünk, hogy minden ott legyen. Se baj, a lényeg, hogy gyertek velem, úgyhogy iratkozzatok fel a Jeszenszky Valóság Show csatornára. Itt lent a videó alatti leírásban megtaláljátok a linket. Hát ha sikerül a YouTube-on, nem tudom, hogy most éppen mit enged meg, mit nem, de akkor megpróbálom ide is kitenni, hogy egyből rákattinthassatok. És persze továbbra is nagyon-nagyon köszönjük, hogyha a webshopban vásároltok pólót, bögrét, törölközőt, ezzel is támogatjátok a munkánkat. És még egy dolog, legvégső megoldásként még mindig ott van a politikai hobbista weboldal. Oda is fel tudtok iratkozni, és ott biztos, hogy mindig elérjük és megtaláljuk egymást. www.politikaihobbista.hu és a feliratkozás. Szóval gyertek velem legelsősorban a YouTube csatornára, aztán meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő. Folytatódik a hétvégi hobbista hardcore továbbra is Olá Laurával, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal, és ma Ábrahám Robival. És vendégünkkel nagy szeretettel köszöntöm Horváth Levente, korábbi shanghai magyar főkonzult, az Eurázsia központ vezetőjét. És ebből már talán ki is derül, hogy egy igazi Kína szakértő ül itt a körünkben. Volt már egy ilyen Salád Gergely is volt már a vendégünk, de nem olyan gyakori. Tehát Kínáról kapcsolatban az embereknek, és ebben szerintem önkritikusan magunkat is értsük bele, nincsenek, vagy legalábbis nagyon kevés valós információja van. Általában két irányba polarizálódnak a vélemények. Az egyik, hogy Kínát ugye a gonosz birodalmának tartjuk, amely belépett a Szovjetunió helyére, az elnyomás és a terror világa. A másik pedig egyfajta ilyen naív, távoli nosztalgia, hogy Kína az a konfuciánus, meg a taoista világ, ahol az emberek lebegnek a föld fölött egy valami fantasztikus ősi kultúrában, ami, hogyha nem lett volna ez a gonosz európai gyarmatosítás, akkor már az örök életet és a holdra szállást és minden betegségre való elixírt is feltalált volna, hogyha nem akadályoztuk volna meg. Van, gyanítom, hogy a kettő között van egy igazság, egy valóság Kínával kapcsolatban. Te hány évet éltél kint összesen? Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Én 12 évet éltem összesen egy húzamba kint Kínába, de azóta is két lakiként élve, tehát folyamatosan jövök, megyek Magyarország és Kína között. Tehát akkor azért mégiscsak van valós tapasztalatod. Akkor most egy van ilyen egy nagyon buta általános kérdés, és nyilván erre így nem lehet válaszolni, hogy na akkor milyen ez a Kína? De ugye van egy könyved, a kínai geopolitikai gondolkodás, ami meg van ez az Eurázsia magazin, amit szintén, hogyha az ember mélységében érdeklődik, de talán akkor geopolitikai oldalra közelítsük meg. Mi Kína célja a világpolitikában? Kína tulajdonképpen egy Kína-centrikus ország, tehát hogy a geopolitikai gondolkodás, hogy ez a geopolitikai nagyon trendi szó lett itt az elmúlt években. Én a kínai geopolitikai gondolkodást kutattam, teljesen máshogy működik, mint a nyugati. Ugye mi egy nyugati információs buborékba vagyunk, nyugati szemüvegen keresztül nézzük a világot, sőt nyugati terminológiákat használunk arra, hogy megértsük Ázsia különböző országainak a külpolitikai tevékenységét. Ilyen például, hogy Kína ugye gyarmatosít, Kína adósságcsapda, stb. Ezek valójában nyugati eszközök voltak,
Kínának, ha megnézzük az 5000 éves történelmét, soha nem volt ilyen külpolitikai tevékenysége, és a Kína az tulajdonképpen abban gondolkozik, saját érdekeit nézi, és az, hogy Kínában a nagy kínai birodalom, a volt birodalom területén, ugye a földrajzi határok mentén alakították ki Kínát, ez volt számukra fontos, ahol nem volt földrajzi határ, ott kínai nagyfalat húztak föl, hogy akkor legyen az a határ, és teljes mértékben Kína központ. Ugye Kínának kínai nyelven a neve, hogy Zsongó, az is középső országot jelent, középső birodalmat. Igen, ugye Middle Kingdom, így mondják így angolul a középső királyság. Most nyilván akkor te egy ilyen Kína apologétaként fogsz itt most megjelenni a következő mondjuk 25 percben, ami biztos, hogy vagy valószínűleg sokak számára egy kicsit, majd igen, most mit védi itt ez a csávó, hát tényleg Kína az a kommunista ország, de ugye azért ne felejtjük, hogy Kína, ahogy mondtad is, egy 5000 éves birodalom, ennek az 5000 év során az idő jelentős részében Kína eléggé izolacionista politikát folytatott, nem vett részt igazából, sőt, ugye volt, amikor teljesen kivonult a nemzetközi. Igen, de miért? Én egy amerikai elemzőtől olvastam, aki nem ellenségesen állt hozzá Kínához, hanem a Kína történelmében fejtegette, hogy miért van az, hogy már a ókori Rómában eljutottak Sánkhájba tárgyalni, a kínaiakban meg sosem merült fel, hogy akkor ők Európába utaznak. Ez egészen a 20. században nem is történt meg, hogy ők érdeklődtek volna a világnak a maradék része iránt, és ez a szerző ez arra jutott, hogy egészen a globalizáció megjelenéséig Kínának nem kellett semmi, aminek a világ másik részén volt, mert minden megvolt ott nekik. Általában a világnak kellett minden, ami a Kínában található. Így van, Kína, hogyha az ókori műveket megnézzük, ugye szerencsére a kínai nyelv, a kínai karakterek írása az 3000 éves múlttal rendelkezik, és aki megtanul kínaiul, azért már tudja értelmezni az ókori műveket is, és már Krisztus előtt 500-ban meg 1000-ben megírtak nagyon fontos stratégiai műveket, amelyet a könyvemben is fejtegetek, és azokból idézek nagyon fontos gondolatokat. A kínaiak tulajdonképpen igazából is a kínai reneszánszról beszélünk most itt a 21. században. Ha időszámításunk kezdetétől megnézzük a világgazdaságnak a teljes szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy az időszámítástól az 1800-as évekig tulajdonképpen Kína és India is egyébként. Volt a világ közepe valójában, csak nem tudtunk róla Európában. Tehát Kína adta a világgazdaság 25-30%-át. India is egyébként. Aztán megjelentek a nyugati erőszakos nagyhatalmak, és onnét kezdődött Kínának és Indiának is a 100-150 éves hanyatlása. Egyébként kezdetben ugye Kína az nagyon nyitott volt a világra, de az tény, hogy az ókori művekben azt írták, a környező országok azok mint barbárok. Tehát barbárként kezeltek mindenkit. Ez végig... Hát ez a Róma szindróma egyébként. Így van, tehát hogy mindenki, aki a határon kívül, az barbár, nem foglalkozunk velük. Kínában mindent meg tudnak termelni, nincs is szükségük a különböző külföldi csecsebecsékre, hiszen azok mind hasztalanok. Kína ugye mindent föltalált Kína, ők úgy puskaport, nyomtatás. Így van, iránytű. És az 1400-as évek elején egyébként, Zheng He kínai admirális már 7-szer expedíciót indított, és eljutott egészen Afrikáig, tehát hogy Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Ázsiában és Afrikában is hatalmas nagy hadiflottával, míg Kolumbusz Kristóf 1492-ben 3 hajóval indult el felfedezni Amerikát, de hát igazából Indiába akart menni kereskedni. Addig Zheng He admirális 200-300 hatalmas nagy hajóval, interneten megtalálhatóak ilyen képek, amiben méretarányosan összehasonlítják. Hát 10-szer akkora volt az egyik hajó a 300 fős flottából, de aztán az 1450-es években a császárságban volt két klik, az egyik klik azt támogatta, hogy ne menjünk külföldre, mi itt jól megvagyunk a saját határainkon belül, Kína centrikusak voltak, továbbra is barbárok voltak mindenütt, és akkor ők úgy döntötték, hogy elégetik az összes hajót, a tervek, rajzokat is fölégették, és bezárkóztak. Ez nem egy legenda. Nem, bár ahogy kinéztek azok a hajók, nem baj, hogy elégették őket, mert a kínai hajóépítés az nagyon fura volt akkoriban, ilyen kocka alakú hajókat építettek, amiben tüskék lógtak ki, tehát nem voltak komplettek. Azt hiszem, hogy csupa sárkány hajó volt, mint ezek. Hatalmas nagy vitorlás hajók voltak, és azzal járták a világot.
azért voltak ilyen hatalmas hajók, hogy a császár kincseit vigyék a külföldi különböző népeknek, országoknak, és Kína hatalmasságát mutassák. Ugye erre mondják aztán a nyugati kutatók, a nyugati terminológiákkal, hogy hűbéri rendszert állított föl. De valójában a mi hűbéri rendszerünk és az a fajta hűbéri rendszer nem ugyanaz volt. Kínának az volt az egyetlen egy érdeke, hogy elismerjék Kína felsőbbrendűségét, és hogy a kínai császár az égfia. Nem kérte azt, hogy adományokat, kincseket, egy tizedet, vagy egy kilencedet, vagy bármit minden évben szolgáltassanak. Az sem volt kötelező, hogy a császár elé járjanak, ez nekik volt megtiszteltetés a kínaiak szemszögéből egyébként, hanem aki elismerte a kínai császárt, az kereskedhetett Kínával. De Kína nem szorult rá, hogy ő kereskedjen. És kincsekkel halmozta el. Most fölmerül néhány kérdés, amik azért összefüggnek egy kicsit, hogyha Kína egy ennyire fejlett, nyilván technológiában, tudományban ennyire fejlett, de egyébként ezek szerint, hogy mondjam, ideológiában és morálban is nagyon magas szinten álló civilizáció volt, és most nem cinikus akarok lenni, mert mondjuk a konfuciánus kultúrát azt azért, amennyire az ember így felületesen ismeri, ott tényleg ott van komoly tartalom valóban. De hogyha Kína egy ennyire minden szempontból magasrendű, nem mondom, hogy magasabb, de magasrendű civilizáció volt, akkor egy, hogy tudta a mondjuk az hiába, oké, azt úgy döntöttek, hogy visszavonulnak, nem terjeszkednek, elégetik a hajókat, stb., de az erejük megmaradt. Mégis egy, hogy tudta a nyugat gyakorlatilag uralma alá hajtani Kínát a mondjuk 1500-as, 1700-as évek tájékán. A másik, és azt mondja, hogy egy kicsit összefügg, hogy tudott Kína ennyire megőrülni Mao alatt. Oké, hogy Mao őrítette meg, de azért, hogyha a kínaiak az nem Mao, tehát hogy tudták ennyire megőríteni ezt az egyébként szellemileg, technikában, minden szempontból tudományban fejlett népet. És miért döntött akkor a Kína úgy egészen a közelmúltban, hogy akkor ő mégiscsak erős befolyást akar a világban, sokkal szélesebb területen, vagy szerteágazóbban, mint ahogy mondod, hogy korábban elvárta a világ más részeitől. Itt azért fontos leszögezni azt, hogy ugye Huntington is megírta, hogy különböző civilizációk vannak, a civilizációk összecsapása. Minden civilizáció más földrajzi tényezőkkel rendelkezik, más kultúrával, más belpolitikával, társadalmi berendezkedéssel, más vallással is, és ezáltal más gondolkodásmóddal is rendelkezik. Tehát ezt mindig hangsúlyozzuk az Eurázsia Központba is, és az Eurázsia Magazinnak is az a célja, hogy bemutassuk, hogy valójában ők hogyan gondolkodnak ott a többi civilizáció, a többi régióban, és jobban megértsük az ő lépéseiket. Ugye Kína esetében is ugyanígy ez fennállt, tehát hogy Kína-centrikus, központi, csak Kína fontos, a császár, hogyha jólétet hozott az embereknek, és az ókori stratégák ezt meg is írták, a bölcsek a kínai császár számára egyfajta tanításként, hogy a császárnak és a kínai vezetőknek egy a célja, hogy gazdagság legyen, jólét legyen. A kínaiak nem voltak háborúpártiak egyébként. Mindig is az volt az egyetlen egy, a háborúnak az egyetlen egy célja volt, hogy a kínai birodalom egy zászló alatt egyesüljen. Ugye voltak a történelem során a három királyság, amikor három király harcolt azért, hogy kínai birodalom. Ugye a Han dinasztia küzdött valamelyik másik. Szongal, meg a Mingel. Tavaszok is őszök kora, meg a 16 fejedelemnek a kora, stb. Tehát, hogy ilyen trónok harca. Tehát ilyen csákmáték megpróbáltak néha felemelkedni Kínában is. Tehát nagyon sok ilyen van. A három királyság történet az például a kínai trónok harca, azt már nagyon sokféle sorozatban bemutatták. Igen, csak gondolom, amikor ezeket bemutatják ilyen filmekbe, akkor ilyen egészen számunkra hallgathatatlan zenei aláfestés közepette. Nem az a különbség az, hogy európai embernek eszében se jutnának olyan kivégzési módszerek, ami egy kínainak eszébe jut. De ettől függetlenül nem voltak háborúpártiak a külfölddel szemben, a külországokkal szemben, és ezt nagyon sok helyen is leírják, hogy az az igazi nagy vezető, aki háború nélkül szerzi meg azt, amit meg akar szerezni, és Konfúciusz is például egyébként azért járta a különböző királyokat az ő korában, a tavaszok és őszök korában, hogy arra vegye rá az adott királyokat, hogy ne háborúzzanak, hanem különböző taktikákkal és stratégiákkal vonják be és kebelezzék be a különböző kisebb országokat, de a cél az volt, hogy egy nagy Kína legyen.
amikor meglett az egy nagy Kína, akkor békesség állt föl. Ugye az 5000 éves kultúrájukba, történelmükbe 800 éves ciklusokat lehet megfigyelni. Ezek a ciklusok is nagyon fontosak. Ugye itt Európában rövidebb ciklusok vannak, mert nagyon sok kis ország volt, és folyamatos volt a hadakozás. Míg itt nyugaton mindig világszinten kezelték a geopolitikát, a gyarmatosítás meg egyéb ilyen dolgokkal, ahhoz szükség volt olyan technológiai eszközök fejlesztésére, amivel gyarmatosítani tudnak, területeket szerezni és fejleszteni magukat, és folyamatosan védekező állásban is lenni, mert a ellenségem ellensége a barátom, de a barátom az lehet, hogy holnap már az ellenségem, viszont Kína be volt zárkózva földrajzi határaival és a kínai nagyfallal, és ő egy ilyen belső békét, a harmónia és az út követés, ez a Tao. Ez a Tao az út. A Tao, így van, az út és az erény. Ezt a Taót, ezt mind a mai napig használják, és hozzá kell tenni, hogy a kínai császár körül a mandarínok, a hivatalnokok, azok úgy kerülhettek be a császár mellé, hogyha ezekből az ókori bölcseletekből vizsgát tettek. Nem volt Kínában arisztokrácia. Tehát hiába volt a legnagyobb hivatalnoknak több gyermeke, azoknak is le kellett tennie a vizsgát ahhoz, hogy aztán ők is hivatal. Nem volt örökölhető a titulus, az előjog. Így van. Uh-huh. Így van, úgyhogy Kínában mindig is fontos volt, hogy a Taót, az út és az erény, meg ezeket a stratégákat, a ókori bölcseleteket, ezeket tanulják. És a konfucianizmus meg a Tao az összefért? Mert ugye amennyire itt mi Európából nagyon felületesen megint ismerjük, ezek ezért inkább egymással szemben álló filozófiai irányzatok. Ugye a konfuciánusok a munka, az erény, a gyarapodást fontosnak tartották, a taoisták meg ugye hát azt mondták, hogy mi csak lenni, ugye a nem cselekvés a Tao, az a lényeg, hogy csak létezni, de nem csinálni semmit gyakorlatilag. A taoizmus az megint egy más vonat, tehát hogy itt a Taóról beszélünk, az egész kínai civilizáció és kultúra alapja az a Krisztus előtt 1000-ből származhat, a Változások könyve című mű, amiben volt, hogy a Tao teremti a kettőt, ez a yin és a yang, és a yin és a yangból lesz a három, az a harmonikus világ, és így tovább. Tehát ezt így tovább fejtegetik. Ezen alapszik a taoizmus is egyébként. Aztán a konfucianizmus az meg egy kicsit olyan, mint a kereszténység, így leegyszerűsítve nyugodt. Azonban is a kálvinizmus talán egy kicsit. Nem, ezt Hegel konkrétan, tehát ez a tézis, antitézis, szintézis. A lényeg az, hogy mindenki legyen békés és barátságos, a fele barátaival tiszteljük egymást, tehát a konfucianizmus tulajdonképpen az a... Én azért mondom a kálvinizmus, mert ugye ott van ez, hogy a gyarapodás, az erény, az Istennek tetsző cselekedet. Na de visszatérve, mert nem úszott meg ezt a kérdést, hogy akkor hogy tudta Európa Kínát legyőzni a középkor? És akkor, ahogy említettem, ugye Kína... Nagyjából az újkor elején. Ott fejlődött saját határain belül, és nem volt terjeszkedő, tehát ezért a puskaport, ha bár föltalálták, de ők ugye nem fegyverek... a fegyverek készítésére. Tűzijátékra használták. De tényleg, így van. Tudom, hogy nem így van. És nem volt olyan fejlett a hadi technikai eszköze egyébként. Ez hozzátartozik az is, hogy azért Kína környezetében, régiójában a különböző országok nem voltak olyan fejlettek. Például a Fülöp-szigetek, ezt szoktam mondani, hogy az Egyesült Államok a dzsungelből húzta elő a Fülöp-szigeteket a II. Világháborúra, tehát írásbeliség sem igen létezett rengeteg. Laosz ugyanez a így van, tehát hogy nem voltak olyan fejlettek, nem is volt neki szüksége arra, hogy ő most úgy fejlődjön azon a szintéren. Aztán megjelentek a nyugatiak, és akkor ott kikötőket követeltek, stb. Stb. Tehát egyszerűen Kína technológiai fejlettség ellenére azokon a fontos területeken, ami a háborúzáshoz, vagy a katonai nyomásgyakorláshoz szükséges volt, ebben a nyugat előrébb járt. És ez hát sokkal utolsó komoly háborút szerintem a 13. században vívtak előtte Koreával. Tehát, hogy elkényelmesedtek. Oké, akkor ez volt az egyik kérdés, ezt nagyjából megkaptuk. A második az, hogy ezt a fejlett, békés, a fele barátot, a másikat tisztelő Kínát, és ezt az egész konfuciánus gondolkodást, hogy tudta elrabolni, hogy az angol hijack kifejezést, magyarul ez nem egészen tökéletes fordítás, tehát hogy egyszer ennyire megváltoztatni a kínai, nem tudom, hogy a gondolkodásukat, vagy ráerőszakolni a kínaiakra ezt az agresszív ideológiát, amit Mao megtett, ami sok szempontból még a legtehát a lenini-sztálini vonalnak is a legdurvább extremitása, ahol ugye embereket
kiállítottak a nyilvánosság elé, megszégyenítették őket, önkritikát kellett gyakorolniuk, és ez még csak a legenyhébb büntetés volt számukra. Tehát teljesen úgy tűnik, hogy ezek szerint a maoista világ az totálisan szembe ment a tradicionális kínai gondolkodással. Sőt, Mao az még be is tiltotta a konfucianista műveket, a kulturális forradalom alatt könyveket égettek, kulturális épületeket romboltak le, stb. Konfuciuszt azt teljesen elítélték, holott Mao egyébként fiatal korában nagyon sokat olvasott Konfuciusztól, és a különböző ókori műveket, de így a Három Királyság című művet is nagyon szerette. Itt azt kell tudni, hogy a 20. század elején azért Kínában forrongott a helyzet. Ugye 1842-től volt az ópiumháború, ópiumot elárasztották egész Kínát, ezt rákényszerítették a kínai népre, a társadalom az alján volt, tehát egy teljes pusztulás is. Tehát úgy, mint hogy az indiánok az alkoholtól meghűltek, és meg is haltak, mert nem bírták, úgy a kínaiakat az Európából oda exportált ópium mentálisan tönkretette. És aztán megszűnt a császárság, ami eddig 4900 évig az volt a vezető. És miért szűnt meg? Megszüntették, egyre több kínai ment külföldre tanulni, látták ezt a nyugati gondolkodást, a demokráciát, meg ott ismerték meg igazából a kommunista fogalmakat és elméleteket is Franciaországban, például Deng Xiaoping, Zhou Enlai, ezek mind Franciaországban tanultak, és ott alakultak meg igazából ezek a ifjúsági pártok. Ők úgy látták, és valóban a nyugat sokkal fejlettebb volt akkoriban, és azt látták, hogy ott nyugaton milyen jól élnek az emberek, és ezért próbálták behozni, megtanulni, eltanulni ezeket a társadalmi berendezkedéseket. Na de a kommunizmus az nem a nyugat, az... Tehát oké, hogy azt látták, hogy mondjuk a ez a válaszom arra volt, hogy a császárság miért szólt. Ja, igen, meg, igen, jó, oké. Tehát az 1900-as évek elején, és aztán jött a kínai köztársaság, vagy hát a Kuomintang, ugye ő... Igen, Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen. Sun Yat-sen hozta az egész, igen, ő volt a köztársaság alapítója, atya, és aztán viszont a Kuomintang, ugye a győztesek írják a történelmet, ezt nagyon jól tudjuk, úgyhogy most már a legtöbb kínai könyvben az olvasható, meg sorozatban és filmben is az olvasható, hogy a Kuomintang az nagyon korrupt volt, és négy család vezette tulajdonképpen egész Kína gazdaságát és pénzügyi intézményét, ugye a Szonglányok. Ugye ők azok, akik végül Tájvánra kényszerültek. Ők azok, akik Tájvánra kényszerültek, és emellett még ugye a japánok is betörtek Észak-Kínába, és elfoglalták Mandzsúriát, tehát teljes káosz volt. Szétesett akkor a szétesett. Az embereknek tényleg egyre rosszabb volt az élete, és kellett egy új vezető, Mao és a kínai kommunista párt volt. És akkor ő csodát ígért. Egy csodát ígért, egy szebb jövőképet, és az emberek a kilátástalanságba akkor támogatták. Kezdetben egyébként a kínai kommunista párt az 40-es években az valóban jól működött. Aztán az 50-es évek után kezdődött el ez a Mao-féle terror vagy kulturális forradalom, amit mára már ők is Kínában is hibának neveznek, főleg a kulturális forradalom, de a kulturális forradalom előtt is alatt is voltak olyan kínai kommunista párt vezetők, akik már akkor észrevették, hogy itt nagy változások hát, szükséges. Az előbb Deng Xiaopinget említett, és tehát ő az, van. Aki visszahozta a maoizmusból Kínát, és azt mondta, hogy a nyugattal együtt kell működni. De Deng Xiaoping is nagyon jól érezte, hogy azért nem lehet elítélni Mao-t és kiugrani a volt maoista korból. Tehát ő nagyon ügyesen és jó stratégiával rendelkezett, gondolkodással, hogy átvezette az egész Kínát egy reform és nyitás politikába, de folyamatosan Mao-nak a mondásait és az elbeszéléseit használta, és kicsit kiforgatva a szavakat. Hát, ugye a mai napig de... látjuk a kongresszusaikon, ott van a vörös, meg a jelképek, a sarlókalapás, mit tudom én, de valójában egy kökemény kapitalista így van. Világ. De hogyha megnézzük a teljes ciklusokat, említettem, hogy 800 éves ciklus van, minden ciklus elején van egy központi hatalom, ami megerősíti az egész kínai államot, és ők vezetik aztán Kínát. Utána jön egy 500 éves felvirágzás,
ebben az 500 évben az elején hatalmas nagy infrastruktúrális befektetéseket hoznak. Például a nagy falat építették az egyik ilyen ciklus elején, az agyag hadsereget hozták létre, az észak-déli csatornát, ami a világ leghosszabb mesterséges csatornája, tehát hogy ilyeneket hoznak létre. 500 évig fejlődés van, és aztán kezd hanyatlani a ország, és jön egy külföldi behatolás. Ugye most a külföldi behatolás az a japánok voltak, és ezután 1949-ben egy erős központi hatalom létrehozta Kínát, tehát most kezdődött egy ciklusa, és egy 500 éves fejlődés figyelhető meg majd az eddigi 5000 éves történelmének a mintázatát megfigyelve. Tehát akkor, amit a miniszterelnöktől hallottam néhány évvel ezelőtt, nem olyan régen, inkább egy vagy két éve, hogy az Egyesült Államok Kína közötti rivalizáció az eldőlt, bármennyire is még ezt sokan nem látják a világ, tehát ez a gazdasági politikai, nem tudom, harc, ez eldőlt, akkor ez történelmileg alátámasztható, hogy egyszerűen, hogy mondjam, történelmi szükségszerűség, hogy mivel most vagyunk a következő 800 év elején, és mivel 5-ször már megtörtént, véletlenül 6-szor is megtörténik, hogy Kína az által említett megerősödött központi hatalommal, és egyébként a hatalmas beruházásokkal, infrastruktúrában, amiket láthatunk most már nem csak Kínában, hanem mondjuk Afrikában is, ahol ugye ők most már nagyon meghatározó szereplővé váltak, akkor ez elkerülhetetlen, ez így van, tehát ezt nekünk el kell fogadni. Így van, de azért más országoknak is megvan a ciklusa. Az Amerikai Egyesült Államokról George Friedman úgy ír, hogy ott egy 50 éves és egy 80 éves ciklus van, ami pont most ér össze a 2020-as években, és abból Amerika mindig még erősebben jön ki. Én olvastam Friedmantól ezt a következő 50 év, gondolom arra gondolt, igen, hogy egy erősen ilyen jövő kutatókönyv, amiben arról beszél, hogy a japánok majd ilyen űrbázisokról hogyan fogják bombázni az Egyesült Államok. Kicsit kicsit skifi a vége. Szerintem az első fele az nagyon logikus, a második az ilyen fantaszmagóriába menő, de értem, amit mondani akar. Te akkor ezt hiszed? Azt akarom mondani, hogy most érdekes éveket élünk, ez a 2020-as év, hiszen most látunk egy világrendi átalakulást. Kína is tulajdonképpen most lépett bele az új ciklusába, amikor felemelkedés van. Az Amerikai Egyesült Államok is most alakul át a ciklusokon keresztül, és még erősebben fog kilépni belőle. És a 500 éves atlanti korszak is, ugye, mert annak nevezzük az 1500-tól napjainkig, ezt az 500 évet, amikor a nyugati nagyhatalmak dominálták a világrendet, és talán bele is kényelmesedtek ebbe a helyzetükbe, és ahogy említettem, nyugati szemüvegen keresztül vizsgálják a különböző országokat, és nem figyelnek oda arra, hogy az ázsiai országok azok igenis gazdaságilag felemelkednek. Az előrejelzések szerint 2050-re már Ázsia fogja a világgazdaságnak több mint 60%-át hozni. De ugye nem csak Kína... Már most ez van kb. Így van, nem csak Kína egyébként, tehát hogy ugye Dél-Korea, Japán, ők inkább a nyugathoz állnak közelebb, de ott van például Indonézia, aki 2040-re, 50-re a világgazdaság negyedik legnagyobb hatalom, és mit tudunk Indonéziáról? Nem sokat. Azt tudjuk, hogy van egy Bali-sziget. Bali nyaraltunk már, valószínűleg igen. Sokan. De Kínával ugyanez a helyzet, tehát hogy, ahogy az elején is említetted, hogy vagy azt gondoljuk, hogy egy ilyen 5000 éves szép kultúra, tea, meg ilyen olyan nem a gések, az japán. Igen. Vagy pedig az, hogy a Kína a sárga veszedelem. Mert a nyugati információs buborék most ezt pusholja és ezt nyomja ránk. Egyébként a sárga veszedelem kapcsán érdekesség, hogy 1970-es években, 80-as években Japán és Amerikai Egyesült Államok között volt egy kereskedelmi háború, akkor Japán volt a sárga veszedelem, akkoriban a nyugati lapoknak a címlapján japán képek voltak, és a Toshibát szankcionálták, és a Toshiba elnökét zárták be börtönbe. Most ugyanez zajlik, csak Kínával kapcsolatban a Huawei nevezetű kínai céget, technológiai óriást szankcionálják, és az elnököt nem tudták, mert ő nem jár külföldre, viszont a lánya Kanadában volt éppen, aki amúgy a pénzügyi vezetője volt a cégnek, és 3 évig ott börtönben volt. De akkor ez, hogy a Huawei ugye kémkedik, és mindenféle államtitkokat ügyesen Amerikából megszerez, ez kacsa? Ők ártatlanok?
Tehát, hogy a nyugati információs háború is úgy zajlik, hogy ilyen pletykákat elejtenek, különböző politikusok mondják, médiában megjelenik, és előbb-utóbb elhiszik az embereket. Ezt a hőlégbalont is láthattuk 2-3 hétig, ez volt, vagy még talán manapság is beszélnek róla a médiában, hogy ott arra utat. Na most, hogyha a Huawei mindent lehallgatott már itt mindenhol, akkor miért kell ugye hőlégbalonokat fölküldeni? Valószínűleg egyébként, hogy volt valami azon kívül, hogy az időjárást kémlelte a kínaiak elmondása szerint. Lehet, hogy jó, tehát azért akkor te se vagy naív, hogy Kína minden szempontból szent, és ők csak nem, jót akar. Ne legyünk naívak, de amikor mindenre azt mondjuk, hogy az imperialisták ügynöke, akkor az már egy ismerős történet nekünk is. Csak most már minden a kínaiak ügynöke. Igen, engem is már sokszor elkönyveltek, hogy ja, hát ezt kívül, innentől kezdve nem csak te, most már mi is. Eddig putyinisták voltunk, most már Xi Jinpingisták leszünk. Hú, még az utolsó, és már tényleg, hogy lejárt az időnk, de nagyjából meg is válaszoltad a kérdés, hogy akkor Kína azért döntött most úgy, hogy a korábbi bezárkózó, vagy legalábbis a világpolitikában meglehetősen inaktív szerep helyett egy teljesen más szerepet visz, mert hogy a 800 év most kezdődik, és predesztinálja őket az éppen alakuló új kínai, nem tudom, új felvirágzás, és ezt a mostani helyzetben ennek így kell történnie. Akkor nagyjából így foglalhatjuk össze. Itt akkor visszatérnék arra, hogy a nyugat ugye csak nyugati fejjel gondolkodik, a kínaiak viszont tanulják a nyugati kultúrát, nem hiába már a reform és nyitás politika idején több millió kínai diákot és üzletembert küldtek, az évek során több millió küldtek külföldre, hogy tanuljanak, ismerjék meg. Kína megismerte a játékszabályokat, aszerint játszik, és ahogy gazdaságilag felemelkedik, veszélyt jelent a nyugatra. A nyugat viszont folyamatosan változtatja a játékszabályokat kényekedve szerint. Kína ezért hangoztatja folyamatosan, hogy egy multipoláris világrendben hisz. Ő nem akar világhatalmi vezetést. Ezt a kínai ókori művekben is, és a könyvemben is megtalálható, hogy a Sun Tse említette, hogy az ég alatti az mindenkié. Nem szabad az, hogy kisajátítjuk, mert akkor a vesztünk lesz. Kína ezt jól értelmezi, ezt ő tanulja a saját kultúráját, de a nyugati világot is folyamatosan figyeli, vizsgálja, és ő egy ilyen fúziós gondolkodással akkor most egy multipoláris világrendben hisz. Nem az, hogy mert egy egyensúlynak kell lenni a világnak, yin és yang, harmónia. Akkor tényleg egy utolsó kérdés, picit már időn túl is, de ez muszáj még, mert hogy ugye az elmúlt évek, évtizedek kínai vezetői, most nem tudom, Hu Jintao jut eszembe, meg Wen Jiabao, akik így tulajdonképpen úgy tűnt, hogy ezek ilyen azért ilyen szimpatikus, ha nem, nyilván nem európai gondolkodásúak, de számunkra sem idegen, sem fizimiskára, sem habitusra, és úgy is tűnt, hogy ők mindenképpen egy ilyen harmonikus együttműködésre törekszenek a nyugattal. Ezzel szemben Xi Jinpingről azt látjuk, bár nyilván ez a nyugati média szűrőjén keresztül jön természetesen, de hogy egy ilyen autokratikus, és azért az tény, hogy ő megváltoztatta a kínai, nem tudom, ott is alkotmánynak hívják-e, hogy most már őt újra lehet választani, akár a haláláig is, és hogy kvázi ilyen Svetonius, tehát ilyen római magaslatokban már akár életében is istenülhet szinte, most kis túlzással, meg nyilván szarkasztikusan, de hogy ő azért egy, úgy tűnik, hogy egy más karakter, és egy kicsit, minthogyha nyilván nem a maoizmus, de hogy egyfajta ilyen kis mao lakozik benne, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen önkényes, az emberek mindennapi életét ellenőrizni akaró, és ehhez nyilván a technológiával, meg az eszközökkel is rendelkező valaki, akitől azért mégiscsak félnünk kell. Kell? Úgy gondolom, és Magyarország egyébként szerintem külpolitikailag ebben jót lépett a keleti nyitás politikájával, felismerte, hogy egy új világrend van kialakulóban, és a Sun Tse háború művészetének a mondásával élve ismerjük meg a másikat, ismerjük meg önmagunkat, és akkor száz csatában sem lesz problémánk. Tehát Magyarország diverzifikálja a kapcsolatait, megismeri Kínát is, meg a többi keleti országot, és amikor kialakul egy új multipoláris világrend, addigra ő már a többi főszereplővel is jó kapcsolatot fog kialakítani, ápolni, nem az, hogy csak a nyugattól függ. De Xi Jinping, nem merted minősíteni a micimackó miatt, mert őt nem szabad Xi Jinpinget, mert ő már istenült, és őt nem lehet bírálni valóban?
Akkor a ciklusokhoz visszatérve, Mao-nak volt 30 éve, Deng Xiaopingnek is volt 30 éve, az említett Hu Jintao, Jiang Zemin egyébként Deng Xiaopingnek voltak az emberei, és most megkezdődött egy újabb 30 éves ciklus Xi Jinping vezetésével. Az, hogy megváltoztatta az államfői kinevezését, az nem számít annyira, mert igazából a pártvezető az Atya Úristen Kínában, tehát a pártvezetésre meg nem volt ilyen szabályzat, hogy hányszor lehet pártelnök, kommunista pártelnöke, úgyhogy akár lehetett volna ő továbbra is pártelnök, és akkor valaki más az államfő, akkor is ő döntött volna, most ezt megváltoztatták, egy világrendi átalakulás van, háború van kelet és nyugat között, egy erős politikai hatalomra van szükség, aki vezeti az országot, ezért a 7 fős állandó bizottságban is most csak Xi Jinping emberei vannak, korábban az volt megfigyelhető, hogy az állandó bizottságban azért akkor mégis központosította ő szépen a saját hatalmát is. Nem csak. De hát olyan világot érünk, központosítani kell. Horváth Leventének nagyon-nagyon köszönjük, zseniális volt a beszélgetés. Én számomra a műsor történetének egyik legizgalmasabb, legintellektuálisabb, hogyha valaki, illetve hát aki most itt van és ezt hallja, meg látja, az tudja, miről beszélek, de ha valaki nem nézte végig, mert valahol elkapcsolt, az kretén, az megérdemli. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Ez volt a Politikai Jobbista Hardcore erre a hétvégére. Vasárnap este a Hír TV-s műsorunkat nézhetitek meg itt a Politikai Jobbista YouTube csatornán. Jövő héten pedig ebben a formában is találkozunk. Sziasztok! Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi!